Sziasztok! Jelenleg a Balaton partján horgászom, de a tavaly évben nagyon sok időt töltöttem a Csorna-Fogtói csatorna partján, egészen június közepétől szeptemberig. Az esetek nagy részében egyedül voltam, egyedül horgáztam, így próbáltam megoldani a videózást is, mely hát így lehet, hogy a képi anyag egy kicsit gyöngébbre sikerült a megszokottnál, de azért remélem így is tetszeni fog nektek. Hát az átjutás nem mindig egyszerű. Üdvözöllek benneteket ennek a vadregényes csatornának a partjáról. Tavaly nyáron már horgáztam itt, akkor sikerült két szép pontyot fognom. Fogásokon felbuzdulva úgy döntöttem, hogy idén megpróbálok minél többet itt horgászni. Egy pár mondatban szeretném nektek bemutatni ezt a vizet. Az a Csorna-Fogtói csatorna, mely Kiskörös alatt lép ki a DVC-ből, Szakmáron, Kalocsán át, Fogtőnél lép be a Dunába. Ebben a csatornában szinte az összes édesvízi halfajunk megtalálható, ezek közül én a pontyokat és az amúrokat céloztam meg. Előjáróban annyit elmondanék, hogy azért igen sok a nehezítő körülmény. A hínár nagyon sokszor a vízoszlop különböző rétegeiben úszik, illetve a partja többnyire nagyon meredek. Nem véletlen van ez a termacelse az oldalamra erősítve, brutális itt a szúnyogmennyiség, ennyit életemben nem láttam még sehol, a bögyökről meg már nem is beszélve. A tavalyi évben a csatorna e szakaszán horgáztam, ezért logikus volt számomra, hogy idén is itt kezdem a horgászatot, és mondd eredménytől függően haladok szépen tovább.
Múlt héten horgáztam itt idén először, az a horgászat sajnos betli lett, viszont most, egy héttel később, a csatorna megajándékozott ezzel a szép torpedóval. Kettő szem kukoricát könnyítettem ki egy puncsmentás Tornado XL pop-up-pal. Ez a kombináció nyert el a tetszését ennek az amúrnak. Heti amúr fogás után ezen a héten is horgászni indultam. Ez nem teljesen úgy ért véget, mint ahogy én azt elterveztem. Egy nem túl kedves úriemberrel folytatott baráti beszélgetés után jobbnak láttam, hogyha csatorna egy másik részén keresek magamnak helyeket. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy nincs már ilyen, hogy foglalt hely, vagy az ő helye, vagy az én helyem. Egyszerűen nem értette meg. A Google térképen találtam ígéretes pályákat. Ezt jöttem most el megnézni, vettem magamhoz pár kiló magmixet, egy bozótvágót, egy melles csizmát, nézek magamnak helyeket, és aztán a héten ráülök, megnézzük, mit tartogat ez a rész. A botok beélesítve, bizakodva várom az éjszakát, hisz ma egy markáns hidegfront érkezett, 10 fokos lehűléssel, az általában jó szokott lenni a nyári kánikulákban, remélem beváltja a hozzáfűzött reményeimet. Az eheti horgászat nem igazán úgy indult, ahogy szerettem volna. Hajnali 1 órakor volt egy brutális kapásom, a lábam alatt elment egy ilyen 15 kilós amúr. Borzasztó bosszús voltam, de az élet kárpótolt. Egy sokkal kisebb, de annál szebb spanyol mintás pontja. Ezt nézzétek. Kis picike, de nagyon szép. Ugye mutatom a másik oldalt is. Hajnali 5 órakor húzta el az egyszem balsavas mézes pop-upot Instifrigen felkínálva. Hát így még nem jártam a csatornán, fotózás közben elhúzta a másik botomat is. Most 2 pontcsücsül itt, megpróbálom őket valahogy megmutatni. Hát ez hihetetlen. Legutóbb ugye sikerült 2 pontyot fogjak, bár egy amúr meglépett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most kint maradok éjszakára, így munka után jöttem, sietnem kell, hiszen hamarabb sötétedik most már, meglátjuk, mit tartogat az éjszaka. Ha időm engedi, magam főzöm a kukoricát, költséghatékonyság véget, ezt általában egy kis PC additívvel még meg szoktam locsolni. Most nem volt erre időm, úgyhogy nagyon jó hasznát veszem ezeknek a készre főzött magoknak, keverjük is be. 2 rész teljesavas kukoricát fogok most bekeverni.
egyrészt natúr tigris magyaróval, fél zacskó, illetve egy minimális mangós PC additív. Azt figyeltem meg, hogy az erjesztett ízhez ez a mangós, édes gyümölcsös aroma általában jól működik. Ez így néz ki. Ez erre a rapid 3-4 órás horgászatra bőven elegendő lesz. Fokozzam a hatást, annyit azért megteszek, hogy egy kis tejsavas betainos Fermentix etetanyagot gyúrok az ólomra. Ez így néz ki, dobjuk be, aztán mehet a peca. Kész. Valami belefűzte magát, remélem ki fog jönni. Brutál módon elhúzta. Pont. Próbál menekülni ide a part alatti növényzetbe. Próbálom elhúzni. Próbálok nem beleesni a vízbe közbe. Itt van már. Alig sötétedett be, megérkezett az első jelentkező, brutális kapással, nem olyan nagy, de ízlett neki az egyszem valsavas mézes popák, Insti frigen felkínálva. Merítőből engedem vissza, mert nagyon magas itt a part, nem szeretnék beleesni.
az előző akció során egy kicsit kicsorbult a Horog-hegye. Ezt mindenféleképpen érdemes megfenni, mielőtt visszadobjuk. Aha, még egy pár húzás. Ja. Ez sem most szó a használt felszerelésről, az a Carp Academy Endless botja, 360-as hozban, 3,5 libra erősségben. Ez a hossz nagyon jól jön a nádfal előtti fárasztások során, illetve ezzel az erősséggel gyakorlatilag bármekkora hal megfogható. A botra a hozzá passzoló Endless orsót helyeztem, dobját pedig 35-ös zsinórral töltöttem fel. Mostani perc alkalmával csatlakozom Patrik barátomhoz, és pont jókor jöttem, ez pont akció van. Mit fárasztasz, Patrik? Szerintem, hogy nagyon jó a murva a Horgon. Aha, látom, jön már. Már igen, csak a vége felé közeledünk. Van egy tuskós rész is. Beugrott, úgyhogy reménykedtem, hogy kijön. Én hozom a merítőt. Igen, az kellene. Jókor jöttél. Elfáradt már? Jaj. Nagyon jó, akkor jöttél be. Merítő nélkül jöttem be. Elég nehéz lett volna a dolog. Ez már tiéd. Majd most. Ez az. Tomi, így kell megérkezni. Gazdára talált a Szilva. Egy jó 13-as forma amúr. A csatornából. Reméljük, még jön egy pár, Tomi. Ezeknél a nagyobb ocska amuroknál azért figyeljünk, hogy mert magát úgy érezzük, hogy el tud menni, biztosak vagyunk benne, csak akkor engedjük el. Gratulálok! Köszönöm! Mint már említettem, a mostani horgászat alkalmával csatlakoztam Patrik barátomhoz. Kiváló ismerő itt a környékbeli csatornáknak. Ő itt nőtt fel, az évek alatt számos praktikát kitanult, kitapasztalt már. Rengeteg nagytestű pontyot és amúrt sikerült fogni ezek segítségével. A tegnapi amúr is az egyik ilyen szezonális, tehát ez a késő nyári, kora őszi praktikának volt köszönhető. Patrik, mi is ez pontosan? Bemutatnád, légy szíves. Üdvözöllek én is titeket. Ez a Szilvával való horgászat, amit az évek alatt sikerült elsajátítanom. Egészen kisgyerekkoromra nyúlik vissza ennek a története. Volt egy tó, illetve van is a Soltvadkerti tó, ahol rengetegen használták és rengeteg nagytestű amúrt megfogtak vele. Sajnos ezeknek a halaknak a nagy részét nem engedték vissza, ezért be is kellett, hogy tiltsák a Szilvával való horgászatot. Viszont csigázott mindig is, hogy milyen lehet ezeken a vizeken, ezeken a vadvizeken a Szilvával való horgászat, és hát elég eredményesnek mutatta magát, mivel a csatorna parton sok helyen van szilvafa, kimondottan potyóka szilva, más nem egy ringló szilva, ki hogy ismeri. Én jelenleg sima kék szilvával horgászom, és bevált. Azt kell mondanom, hogy a sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon szeretik itt is a nagytestű amurok és pontyok is. Uh-huh. És azt megmutatnád nekem, hogy hogyan kell ezt elkészíteni, hogy ez a szilva fent maradjon a hajszál előként? Természetesen, ez egy egyszerű, praktikus megoldás. Nézzük. Ismertetném is akkor Tomi kérésére a csalizást. Első körben választanunk el egy pop-upot. Én legjobban a neonsárga szint preferálom, ez ananázos ízvilág, de ez mellett még az Enbutrik lila és fehér színben pompázó pop-upja is jól működhet, ez is bevált nekem. Első körben felteszek egy sárga színű pop-upot. Következő lépésben egy szilvát fogok méretre vágni, mindig az egyharmad részét szoktam levágni. Majd ebbe a szép kis vájatba
beleteszem. Egészen belenyomom a pop-upot. És hogy itt a szilvánál megütközzem, egy Fermentis kukoricát. Elhúzok. Fel is húznám akkor a hajszál előkére a kombinációt, melyet egészen felhúzok, majd stopperrel ütköztetem. Így, majd teljesen elhúzom, és egy ütközővel még megütköztetem a kukoricánál. Így már biztos, hogy fixen áll. Utolsó lépésben megfargom a szilvát, így jobban kijön a szilvának az amata. Így lesz kész a szilvás szerelék. Mint látjátok, az előkénk az tökéletesen áll. Itt nagy jelentősége van a fluorokarbonnak, én amúr használatánál sokkal jobban szeretem, ha merev az előke. Az ólompasztának pedig a jelentősége, hogy szépen elterüljön a fenéken az előkénk. A szilvával való horgászatnál figyeljünk arra, hogy etessünk is szilvával, de nem mindegy, hogy hogy etetünk. Úgy etessünk, hogy a szilvát elharmadoljuk, és a magot mindig vegyük ki, hiszen a mag az amúr emésztő rendszerében komoly problémákat tud okozni. Amiért nagyon kedvelem még ezt a csatorna horgászatot, az az, hogy a használt felszerelésen kívül nagyon minimális az eszköz igénye. Én el tudok jönni egy ágyjal, brolival, egy vödör maggal, pár csali, a saját ennivalóm, halkímélő eszközök és egy kis asztalka, amire ráteszem a szükséges eszközöket. Ez könnyedén elfér a csomagtartóban, jó magam is járok hosszabb túrákra, hát akkor igencsak sakkozni kell a hellyel, itt erre nincs szükség. Egy jó pár horgászaton túl vagyok már itt a csatornán, úgyhogy nagyjából összeállt már a kép, hogy melyek azok a csalik, előkék és végszerelék, ami itt működik. Ezt szeretném most bemutatni. Az előke, amely a legtöbb kapást adta, az a Hinz Stiff Rig. Ez így néz ki. Ezen minden esetben a Valsav Méz Embutrik pop-upot használtam a kisebb méretben. Ennek az előkének az alapja a Csodrig, ezt majd egy külön videóban fogom bemutatni. A másik egy sima klasszikus előke, ezen általában 2 szem kukoricát könnyítettem ki 1 szem Tornádó XL pop-uppal. A legjobban bevált ez a puncsmentás, a nagyobb halak erre érkeztek. Végszerelékem további eleme egy 150 g-os grippaolom, ez már elegendő volt ahhoz, hogy itt a sodrásban megálljon. A zsinort a bospic alatt minden esetben lesúlyoztam, viszont saját tapasztalatból mondom, jobban jártok, hogyha így fűzitek fel az olmot a ledkorra. Én majdnem egy halat vesztettem ez miatt, hiszen nem kalkuláltam bele a zsinornak itt az alacsony nyúlását a rövid táv miatt, és ahogy megugrott a hal, leverte az olmot, így az a zsinorsüllyesztő rábír csúszni a horogra, és az ott a hal szájánál, hát nem sok múlott, hogy kiverjen belőle a horgot. Másik tökéletes megoldás lenne az inline ólom, nem volt nálam ilyen, hogy alkalmazkodnom kellett, ezért választottam ezt a megoldást. Azt megfigyeltem, hogy a kapások száma akkor kezdett megnőni, amikor az ólomra kis teljsavas betainos fermentixetett anyagot kezdtem gyúrni. Amikor volt időm, saját magam készítettem a főt magot, hogy feljavítsam a hatásukat egy kis Fermentix kárpszirupppal, illetve a mangós péci additívvel még megbolondítottam ezt. Amikor pedig időszűkében voltam, előszeretettel használtam a tigris mogyoró mix és a teljsavas kukorica egyvelegét. Összegezném a nyár tapasztalatét itt a csatornán, mert most már egy kicsit belenyúlt a szeptemberbe is. Hát emberpróbálóak a körülmények, a szúnyoginvázió, a bögyök, sokszor a bejutás is,
illetve hát volt olyan ugye, hogy a sporikkal kellett itt vitatkozni a helyeken, de úgy gondolom, hogy megéri, hisz egy itt fogott hal számomra sokkal többet ér, mint bármelyik tavi ponty vagy amúr, sokkal többet kell dolgozni és küzdeni egy-egy kapásért. Egy jászkeszeg, hát ilyet nem fogtam még itt, neki is tetszett a mézes vajsavas pop-up, Hinszti Frigen felkínálva. Kíváncsiságból összeszámoltam a fogási naplomból az itt töltött éjszakákat, ez volt a 15. Ebből 6 alkalommal volt akció, melyből 4-szer voltam eredményes, 2 amúr sajnos meglépett. Hát ez is mutatja, hogy minden egyes kapásért nagyon meg kell dolgozni, meg kell küzdeni. Ezért is van sokkal nagyobb értéke számomra egy itt fogott halnak. A tavalyi évben minden második alkalommal voltam eredményes. Most nem tudom, hogy itt a csatorna rapszódikusságáról van ez szó, vagy arról, hogy évről évre kevesebb itt a hal, de sosem fog kiderülni. Ezek ellenére én bátorítanék mindenkit, hogy próbálja ki magát itt a csatornán, hiszen amikor itt megszólal a jelző, az minden egyes betlért kárpótól. Nem véletlen, hogy átköltöztem erre a kis tisztásra itt az erdő végén, hiszen már tegnap is nagyon erős volt a szél, és egész éjjelre ezt jósolta a meteorológia. Ebben a kis erdőben nagyon sok a kiszáradt öreg fa, amelyek közül több is kidőlt már, vagy az ágai szakadtak le, ezek közül több is itt a korábbi sátorhelyem körül volt. Nem szerettem volna, hogyha egy ilyen kilapít, én is szeretnék hazatérni. Ezt mindenféleképpen vegyétek figyelembe, amikor felállítjátok a táborotokat. A horgászatok során 6 különböző szakaszon részen próbálkoztam, ebből 3 volt az, amelyen tudtam halat fogni. A végszerelék elkészítéséhez igyekszem a legjobb minőségű apró cikkeket használni, hiszen az itt élő halak jól tudják, hogy az életükért küzdenek, ezért egyből megtalálják a felszerelés gyenge pontját. A Hinszti Friget ebből a 20 libra erősségű Korda Mouse Rebből kötöm meg, ehhez használok még Korda Csodi horgot, ez 6-os méret. A sima klasszikus előkét pedig kedvencemből, ebből a 25 librás Jelly Wire-ből kötöm meg. Az évek alatt nagyon sokféle fajta horgot kipróbáltam már, ebből mindig az a 2 darab, amire visszatérek, ez pedig a Gamakacsu Humbek, illetve a Korda YGPX. Ezek még nem hagytak cserben, itt a csatornán is bizonyítottak, az itt lévő erős halak sem bírták kihajlítani. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy ebben a csatornában sokkal több van ettől, amit most sikerült elérjek, úgyhogy jövőre biztos visszatérek.